Üdvözlök mindenkit! A mai videóban a Pocophone-nak a játéktesztjét fogjuk megejteni. A játékok, amiket ma meg fogunk nézni, szépen sorban a Prime Peaks, Subway Surfers, Fruit Ninja, Smash Hit, Real Racing 3, Hearthstone, PUBG, illetve Fortnite lesznek. De még mielőtt ezeket megejtenénk, előtte nézzük meg, hogy a telefon hogyan teljesített benchmarkokban. Az Antutu benchmarkunk 266.000 pontot hozott vissza, ami talán az egyik legmagasabb pontszám, amit el lehet érni androidos körökben. És az erős hardware bizony a Geekbench is alátámasztja a 2500 pontos single core-ral és 9100 pontos multicore-ral. Utoljára pedig a 3D Markos Slingshot Extreme pontszámainkat láthatjuk a képernyőn, amik bizony azt mutatják, hogy ez a telefon erősebb, mint azt az legtöbb ember gondolná. És bizony ez az egyik olyan szempontja ennek a mobilnak, amit nem nagyon lehet elvenni tőle. Tehát hiába mondják az emberek azt, hogy ez most egy jó telefon, vagy nem jó telefon, mert hogy szerintük ez meg az meg amaz nem megfelelő benne, amiben nem lehet belekötni, az a teljesítmény. És bizony ma arra fogunk kihegyeződni. Szóval nézzük is az első játékot, a Prime Peaks-t. Nyilvánvalóan ez a játék kizárólag csak azért van itt, hogy a többi telefonnal is összehasonlítva ezen is fut, bár ez nyilvánvalóan nem lehet meg senkit, hiszen szinte minden normálisan fut. Itt természetesen tökéletesen megvan a 60 FPS-ünk, viszont láthatjuk a lehető legrosszabb dolgot, amit egy ilyen notch-os androidos telefonnál láthatunk, mégpedig azt, hogy a játékok az egyik oldalon kör alakú levágással rendelkeznek, a másik oldalon viszont egy egyenes csíkkal. Tehát, hogyha megnézzük az eget, a jobb felső sarokban szépen le van kerekítve, a bal felső sarokban pedig hirtelen vége van. Ennek köszönhetően a notch nem lóg bele a játékba, ami egyes emberek szerint így sokkal jobb, mint hogyha belelógna, és tegyük föl, hogy ugye így semmilyen módon nem takarodik ki semmi a képernyőnkön, viszont így ugye egy ilyen nagyon-nagyon csúnya aszimmetrikus megjelenést fogunk kapni. Mivel a játék tökéletesen fut, nem is szeretném ezzel húzni tovább az időnket, nyilvánvalóan ez a játék tökéletesen fog futni egy ilyen mobilon, csak úgy, mint a Subway Surfers, amit azért is megnyitunk, mert ez egy jó játék. Nyilvánvalóan azért elvárható, hogy ez a játék ne laggoljon ezen a telefonon, és ahogy mi azt jól gondoltuk, egyáltalán nem laggol, szóval ugorjunk is szerintem a következő játékra. Ha láttad már néhány ilyen telefonbemutató videómat, akkor tudhatod, hogy a Fruit Ninja az egy igazi telefongyilkos tud lenni. És bizony ez mutatja meg, hogy mennyire erős egy mobil. És úgy gondolom, hogy nem fogunk csodálkozni azon, hogy ez a játék tökéletesen fut ezen a mobilon. Egyetlen dropolt frame-ünk sincsen semmilyen gyümölcsnek az elvágásánál, semmilyen mozdulatnál. Minden azonnal történik, és igazából tényleg úgy fut a játék, ahogy annak kell. És az előző videómból sajnos kimaradt a How to Basic, de azt hiszem, hogy most ide be fog férni. Szóval, ja, a játék jól működik. Ugorhatunk is a következő címre, ami nem más, mint a Smash Hit. Jó pár év eltelt azóta, hogy én találkoztam ezzel a játékkal legelső alkalommal. Szerintem borzalmasan kreatív. És igazából tényleg ez valami olyan, amit nem nagyon látott az ember azelőtt, úgyhogy szerettem, mivel baromira jól nézett ki, és szinte minden telefonon nagyon jól nézett ki, még azon is, amin alacsony beállításokon kellett, hogy fusson. Amikor legelőször használtam ezt a játékot, akkor ha jól emlékszem, iPhone 3GS-en történt ez, és bizony ez a játék majdnem, hogy azt mondom, hogy még azon a telefonon is gyönyörűen nézett ki, hát akkor hadd ne mondjam, hogy mit gondolok erről a megjelenésről. Ez tényleg nem más, mint gyönyörű. Természetesen tökéletesen működött az a játékunk is, és szerintem mehetünk az első kicsit komolyabb játékunkra, a Real Racing 3-ra. Ami most úgy döntött, hogy letölt egy teljes gigabájtnyi cuccot, szóval lehet, hogy ezt... Ahogy láthatjuk, a játéken is indult, és ez a kis előzetes videó már megy is, ahol láthatjuk, hogy a felbontás és az élsimítás igencsak jó beállításokon van, amellett, hogy a játék tökéletes 60 FPS-re játszódik vissza. What? Ez egy opció? Oké. Okay. És itt látod, hogy az androidos játékok egyáltalán nincsenek optimalizálva a legörbített kijelző sarkokra, ott látható jobb föld az a kis kamera ikon, ami gyakorlatilag alig van a képernyőn. De alapjában véve maga a játék tökéletesen fut, egyszerűen ennél jobban nem tudom, hogy fut-e bármin egyébként ez a játék. Gyönyörű szépen néz ki, az egész Full HD-s képernyő teljes felbontásra tökéletesen ki van használva, mint felbontás, mint részletesség, mint beállítás magasságok terén. Tényleg úgy néz ki ez a játék, ahogy szerintem a készítők azt gondolták, hogy
egy erős telefon, aki kell, hogy nézzem, és menjünk a következő nagy játékunkra, a Hearthstone-ra. Most a Hearthstone-ról annyit tudok elmondani egy mobil nézetben, hogy igazából észrevehetően sokféle telefonon elfut, tehát szerintem, hogyha ti játszottatok már Hearthstone-nal a telefonon, akkor tudjátok ti is, hogy nem kifejezetten hatalmas gépigényel rendelkező játékról van itt szó, viszont ahhoz, hogy tényleg szépen fusson, itt, vagy jól nézzen ki, és soha ne akadjon meg, ahhoz bizony egy nagyon erős telefon kell. És úgy érzem, hogy ez egy olyan. Szóval most gyorsan letöltjük azt a másfél gigát. Miért nincs semmi letöltve erre a telefonra normálisan? Ne lepődjön meg senki se, aki gyakran játszik a játékkal. Én konkrétan csak és kizárólag tesztelésre használom ezt a játékot. Tehát nem fogtok itt igazából nálam semmi komoly játékot látni. Sőt, azt fogjátok látni, hogy a fiókom az a lehető legrosszabb league-ben van. Ez azért van, mert engem nem érdekel a játék. Tesztelésre tökéletes, de alapvetően semmi másra nem használom, mert én nem szeretem annyira. Szóval nem kell megijedni, hogy esetleg ilyen teljesen noob szinten van a játék. Érdekes, mert a játék egyébként nem tűnik annyira gyorsnak, mint amennyire én elvárnám. Szóval nem arra van szó, hogy rosszul fut, mert nem fut rosszul, hanem olyan, mintha nem lenne annyira snappy, mint amennyire kellene neki. Bár igazából nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez nem csak valamilyen placebo effekt, mert utoljára egy nagyon-nagyon-nagyon jó kijelző láttam egyébként. Na. Jó, igazából szinte tökéletesen fut a játék, tehát az animációk olyan, mintha nem teljesen 60 FPS-ek lennének, de az, hogy én mozgatom a dolgokat, az az. Szóval egy rossz szavam nem lehet. Nem tudom, hogy mi történt most, de úgy néz ki, hogy maga ellen fordult a csávó. Szóval a játék jól fut, köszönjük szépen, azt a rohadt, de hosszú volt ez a teszt. Oh. Amit észrevettünk egyébként ez alatt az idő alatt, hogy a telefon csak kellemesen langyos lett egyébként, tehát egyáltalán nem mondanám melegnek, levetem róla a tokot, hogy ezt pontosabban meg tudjam nektek mondani, és igen, a műanyag hátlap ilyen, tudjátok, olyan meleg lett körülbelül, mintha megfognátok valaki másnak a kezét, tehát ez az ilyen ember külső hőmérséklet, egyáltalán nem az a meleg, amikor a telefonodon játszottál meleg, és nem is a forró játszottam a laptopomon 3 órán keresztül, hanem ez teljesen kellemes, langyos. Bemegyünk a menüben. A grafikai beállításaink jelenleg alapból egyébként HDR Ultrán vannak, és a klasszikus menü megjelenést választjuk, illetve a Color Full beállítást, és játék tökéletesen fut. Nos, ahogy látjátok, ez a játék nem tépi le a bal oldalát, ugye a tetejét a telefonnak, hanem szépen kimegy a teljesen a széléig. A probléma ezzel az, hogy ezek a játékok továbbra sincsenek optimalizálva a curve displayhez, ebből az okból kifolyólag pedig látjuk, hogy a szöveg az nem csak, hogy a sarkokban lóg ki, és nem látom a mapnek egy bizonyos részét, de a notch az konkrétan belelóg a feliratokba, amit ugye iOS-en már javítottak, ugye az összes alkalmazásnál. Hát itt látjuk, hogy még nem sikerült, de valószínűleg majd itt is érkeznek azok a frissítések, hogyha egyre több ilyen típusú telefon érkezik a piacra, már pedig azt láthatjuk, hogy ez a típus ez egyre gyakoribb kezd lenni. És most, hogy leérkeztünk, láthatjuk, hogy bizony a PUBG Mobile nagyon jól is tud kinézni, hogyha engedjük neki, hogy nagyon jó telefonon fusson. És bizony itt nézünk jobbra-balra, nagyon-nagyon kellemes framerate-eket kapunk. Nem mondom meg azt, hogy teljesen megvan-e a 60, mert amikor oldalra nézek, ez nem tűnik teljesen kellemesnek, de ez lehetséges, hogy csak a motor miatt van, mert maga a karakterem középen nagyon szép, smooth módon szaladgál. Szépen beszaladunk ebbe a házikóba, és megnézzük, hogy van-e itt valami, amit mi tudunk hasznosítani. Jó volt.
De ezek emberek? Mert nem izé neve van, az a probléma. Hogy nem ilyen gyökér neve van, mint valami karakternek, hanem konkrétan felhasználó nevük van ezeknek a ezeknek az embereknek, akiket ilyenkor megölök, viszont nem hiszem, hogy ezek konkrétan játékosok. Mert annyira egyszerűen ki lehet őket végezni. Szóval igen, azt kell, hogy mondjam, hogy a teljesítménye ennek a telefonnak ebben a játékban is szinte kiváló, úgyhogy szerintem mehetünk is az utolsó címünkre, ami bizony nem más, mint a Fortnite. Ha belemegyünk a beállításokba, láthatjuk, hogy epic beállításon vagyunk. Hú, nagyon brutál aimbot van ebben a játékban, te jó ég! Na kérem, ugorhatunk a lobbiba, és itt is vagyunk. Ha belemegyünk a beállításokba, láthatjuk, hogy epic beállításon vagyunk. Tehát akkor legyünk epic beállításokon. Rendben. Az epic beállításunkat futtatva, és indítjuk a játékot. Én amire most döbbentem rá, és egyébként azt hittem, hogy ez nem így van, a játék 30 FPS-re van korlátozva mobilon, ami engem először nagyon meglepett, de aztán eszembe jutott, hogy végül is a konzolok is 30 FPS-re limitálnak így a rakat játékot, szóval igazából akkor a meglepetés mégsem ért, csak úgy elsőre olyan furcsa volt, hogy tehát elvileg ezen a telefonon a játék mondjuk medium beállítással akár 60 FPS-re is tudna futni, de nem, futassuk akár epic beállításon. Bármit választok, 30 a max. Szóval éljünk együtt ezzel. Hú, nagyon brutál aimbot van ebben a játékban, te jó ég. Egyébként valamiért a telefon rezeg, amikor lövök, és ezt nem tudom beazonosítani, hogy miért történik. De oké. Nekem muszáj hallgatnom egyébként. Hallgatom, hogy család igazából veszekszik a háttérben, ez remek. Jó, hát a játék szerintem teljesen tökéletesen fut. Nem tudom, hogy ebben mit láttak, ez viszonylag sötét része így a játéknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy én meg vagyok vele elégedve nagyon. Csak örülök, hogy a kis csehszlovák kisfiú folyamatosan végigbeszél az egész játékot. Na, hát szerintem ezzel választ is kaptunk a kérdésre, hogy ezek közül a játékok közül bizony egyik sem volt hajlandó akadozni, amiből arra lehet következtetni, hogy a játékoknak a nagy többsége, hanem mindegyike tökéletesen fog futni ezen a mobilon. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. A Pocophone azt hiszem, hogy kiérdemelte azt a címet, hogy budget játéktelefonnak merjem nevezni. Ugyanis ezért az árért ennél jobb telefont például játékra nem fogtok kapni, az egyszer biztos. Alapvetően is egy jó telefon, ha érdekel róla a tesztem, akkor a leírásban lévő linken megtaláljátok. Köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók és sziasztok!